Évente körülbelül 5500 baba születik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 100-ból 10 koraszülöttként. Közülük általában 2-3 igényelnek koraszülött intenzív ellátást, így mintegy 450 babát kezelnek az osztályon egy év alatt. Ma már olyan modern orvostechnológiai eszközökkel és gyógyszerekkel rendelkeznek a Józsa András Oktatókórházban, hogy a nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át életben tudják tartani. A 21. századi felszereltség és kiemelkedő szakmai stáb ellenére évente 6-7 koraszülött életét már nem tudják megmenteni. A nagyon kicsi súly az 1000 g alatti koraszülötteket jelenti. Az 1000 g fölötti koraszülöttek kezelése ma már rutinszerű, közölte dr. Dicső Ferenc. Hozzátette, ők általában már semmiféle károsodást nem szenvednek. Az 1000 g alatti koraszülöttek esetében viszont vannak kockázatok, szemmegbetegedések, halláseltérések és időnként idegrendszeri megbetegedések is kialakulhatnak. Az 1000 g alattiak az körülbelül a 26.-27. gesztációs hét alatt született koraszülötteket jelenti. Tehát ez egy nagyon fiatal terhességi után megszületett koraszülött betegcsoport, akik nagy valószínűséggel, ma már sok kutatás igazolja, hogy azért születnek meg, mert valamilyen mélyen belüli fertőzés éri a fejlődő magzatot. Ez a fertőzés főleg a női nemi szervek környékéről, a húgyutak környékéről vándorol fel a mély üregébe, és ez indítja be a koraszülést. A főorvos ezért azt tanácsolja, hogy a várandóság alatt minden kismama figyeljen a megfelelő higiénés szabályok betartására, mert ezzel megelőzhető az igen kis súlyú koraszülött babák megszületése. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ebből az alkalomból Nyíregyházán is különböző programokat szerveztek. A Lógjunk Anyuval tánccsoport bemutatójával indult a nap a belvárosban. Ezután a város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében megköszönte dr. Dicső Ferenc munkáját, ugyanis az osztályvezető főorvos hozta létre a kórház koraszülött intenzív részlegét, majd egy jövő tavaszi emlékmű állítást is bejelentett. Érkezett tavaly egy felajánlás az önkormányzat számára, és jövőre ennek a családnak a kérésére az önkormányzat megcsináltatja az északi temetőben, a morgóban a meg nem születettek emlékművét, nagyon szép kis angyalos szoborkával, hogy legyen mindenkinek egy olyan helye, ahol hivatalosan, nem hivatalosan, de el tud helyezni egy szál virágot, tud gyertyát égetni azokért a picikékért, akiknek ez nem sikerült. A korzó második emeleti függő folyosóján Hidiné Oszlánszki Tünde, Pici Tündérek című fotókiállítását is megnyitották a koraszülöttek világnapján.